Paks Cseresznyésben 10 kilométeres nyomvonalon épült ki az az optikai kábel, mely minden egyes lakóhoz eljutott légkábelen vagy földkábelen. 143 házhoz kötik be a telefont, az internetet és a kábeltévét a napokban. Gyakorlatilag az első telefonvonal 1960-ban szólalt meg, vagyis a Csengés Cseresznyésben. A településen az akkori TS világban kioszták a vezetéket, és itt az akkori homoksivatag, a cseresznyési lakosok gyakorlatilag a külvilággal fel tudták venni a kapcsolatot. És 2022-t írunk, 2021-ben indult a projekt. A Pakshoz tartozó település részen elkészült a telefon és internet kapcsolat műszaki alapegysége, amelynek átadását hétfőn tartották. A szerződések megkötésére a TAR Kft. Március végén kerít sort, így a szolgáltatás a tavaszi időszakban már elérhető lesz minden egyes háztartás részére. Óriási nagy lépés a település számára. Rengeteg fiatal költözött ki a napokban, az években. Gyakorlatilag nagyon sok anyuka most is egyesen van és várandós, tehát Cseresznyésnek a jövője az nagyon szép utat mutat előre, és ezért volt erre a beruházásra nagyon szükség. A projekt költségvetése közel 33 millió forint. A következő nagy feladat Cseresznyésben a mobiltelefon térerő erősítése, melyre már történtek lépések.